Csak mi tudjuk, milyen eredetű. Egy kórhatfán a négy kezdő betű. Mit egykor belé karcolt, ki végigértett harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vár. Túljutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen. Volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem. Volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult, olyan hangszer lett belőle, mi a szólna összenőle. Kérek az önlegényű búcsúzása véget, tartjuk egy kis figyelmeséget. Nem szám. Könnyemetet öröm szemet az az emelék, hisz eddig életem neked köszönhetett. Örömmel töltötted be minden napomat, és adtál nekem mindenféle jókort. Hát fáradoztál, mint főnevelté, a világon a legjobb édesanyja lettél. Jöjj, nyújt felé most ölelő karót, hadd adjam át neked búcsot. Kettes nagymama, most hozzászól. Ki szerető szívvel gondozott engem, és neked is köszönhetem, hogy ilyen ember lettem. Kívánok neked jó egészséget, hosszú életet. Ha valaha bánatot okoztam, bocsáss meg én neked. Kettes testvére, most hozzád térek, akit én szívből szüntelen dicsérek. Mert hogy nem válik a vér, se a vízé, aki testvér, testvér marad mindörökké. Ragyogjon a nap örökké felettünk, családi haragot soha ne ismerj. Drága jósógrasszonyom, most egy te hozzád szól. Köszönöm, hogy mindig számítottam rá. Remélem ez már mindig így marad ma. Mindig húgomkéten néztem rád, ezután sem lesz másképp ma. Ahogy a testvéreknél a szokás, tudnod kell, hogy mindig számíthatsz én rá. Rokonok, szomszédok, barátok! Köszönöm, hogy ma itt vagytok, és boldogságomba osztoztok. Menjünk és vigadjunk, hisz ma sírni nincs okunk. Isten így legyen! Isten éltessék! Nagyon szép volt! Így van, erre ember kérdés szoktak mondani, Fritka, amelyik ezt megcseleszi. Köszönjük ezt a tettet. De most, legyen jól, majd minden nap. Hűleg nyilvibe, kezdjük meg ezt a lényeget.
mennyasszonyi tippet szeretnénk kikérni, utána magunkról szeretnénk vinni. A jó Isten szándékát hajtsuk ezzel végre, ha elviessük a szent esküvőre. Hol kéz a kezet fogva a hűséggel ígéri, hogy a hűség esküjét ők soha meg nem szegik. Nászkodjanak, kérem szeretek. Hogy a bűnlegnyük részére a mennyasszonyát vezesse előnkbe. Ez volna a pár kiló körülbelül az asszony. Valami is már tettél, valami túlja a lezsoknak, hogy milyen fogszónak. Ó, két füle. Nagyságítség. Legyen szíves, nézd el a dolgok kerébe. Megvan a szomszéd, a szomszéd! Még egy kerülőt kell tenni! Hát nagyon szép vagyok, fiúkkal is! Hozzal emmel legalább, hozzal emmel! Szóval kikérdezik többé! Nem ismernek másképp! Élet is vagyok, tapasztalt is vagyok! Sokan is jól vagyok! Nem leszek jó! Ő csak a legény búcsú ne lett volna! Alakul. Több nincs. Azért volt a bűnlegény ilyen határozott meg. Igen, igen. Hallai Istennek. Nem is láttad azt mondani, ugye? Mondjuk, hogy nyugtasd meg a tekintetet. Kedves mennyasszony, előbb állok ezt a virágcsokrot, én neked átadom. Minden szál virág szeretetből beszél, aki máma hozta, boldogságot remél. Legyen életedek szép, mint ez a virág, számotokra legyen tele boldogságtól a világ. Fogad szeretettel a megbecsülés jelképét, bár a virág elhelyezett, de életemet emlék maga. Nagyon is a népesség, fogad szeretettel. Na, kicsi segítség a mászlajasszonkon, és akkor a vőlegnék gyere közelebb a nőkorban is. A csokhoz fogja még akkor a tűzkerre a ennek tudod, ugye vőlegnék mi a járképe. Vannak, hogy hozzá itt a legénységre. Visszaadjuk a csokrót, és akkor megkérlek, így lekezeltek egymásra, elmondjuk egy áldást, a házi áldást. Fönséges Úristen világ teremtője, tekints kegyesen az ifjú szívekre. Minden ellenségtől óvja életeket, örök boldogsággal részeltesed őket. Útjuk nyomát kísérje szerencse, a házas életük teljen mindig csendbe. Az itt állodjuk szóvéri áldáson, váljon boldogsággal szívemből kívánunk. Na most a csókot egymásnak, mi tapsolunk, és éljen az új pala Isten! Nagyon szép! Kérem a kedves szülőket, ide a tisztelt családot! Mindenkit, aki a családhoz tartozik, várjuk szeretettel. Jó, mamák vannak-e? Őt is kérjük, őket is kérjük szépen! Szeretettel kérem, hálás köszönetem, hallgassák meg néked! Hálásan köszönöm mindkettőjüknek, hogy gondját viselték jó gyermek! Fölnevelték, hozzámadták, ígérem bizalmukat, nem pazarolták. Hogy ez nem így lesz, attól együtt se féljen, szabadon betartom, Isten úgy segít. Isten úgy segít. Jó szorosan a családba, hogy elvándorolják. Jó Isten, megérdemlés, hiszen.
és szegénycsaládot neki szépen, csókuraszon, még a mama alkot, és lássé, milyen műlegén kuszítottak. Meg is értem, nézze. Drága mama, jó Isten értesen. Na, rőleginjük. Akkor most, pár jó, mert már neked még a fűjegyem ide szól. Milyen tisztelt nász nép szeretett vendégek, kiket idehozott az igaz szeretet. Rokonok, barátok, ide összejöttünk, hogy őszinte szívvel együtt ünnepeljünk. Szeretetbe jöttünk ezen székelyházba, hiszen kedves lányunk készül házasságra. Ünnepi hangulat üli a szíveket, mindenki boldog, aki ma itt lehet. Már sokat is mondtam, majd elfelejtettem, hogy a kedves mennyasszony mire is kért engem. Szeretne búcsúzni, de nehéz a szíve. Ezért az ő nevével búcsúzok én helyette. Mennyasszonyi ruha a hófehér színével a búcsúzáson hirdeti a búcsomat mondja. Mert a mai nap az esküvőm napja, ma mondom el esküm a falun templomába. Itt adja a fészkét minden vándormadár, melegebb országban messzi tájékon száll. Én is itt kell hagynom pici hajlékomat, a drága jó szüleim testvérem, nagyszüleim és a jó szomszédok. Indulásom előtt tartik Hófehérbe, próbálok búcsúzni és bátorságot venni a gyermeki tettekért. Bocsánatot kérni. Kedves édesapám, életem adója, ami kis családunk bölcs irányítója. Az lesz részemről köszönet és hála, hogy legyen békés boldog további családja. Hálámot nem tudom soha kifejezni, hogy tanítottak engem és tudok szeretni. Tiszta erkölcsben, igaz munkaságban, és én részes lettem mindezen áldásban. Áldjon meg mindezért a mennyei atya, aki jó lelkedet így boldogította, hogy örömmel teljék a mai mennyegzőnkben, öröm abba legyél ezen tisztelt körben, hogy egész a sírig boldog maradhassak, és neked életedben híven szolgálhassak. Hű páromat is vett szeretetbe, fogadj mindkettőnket, áldott jó szívedbe. Kedves édesanyám, hozzád fordulok, szerelmes hűdajkám, most tőled búcsúzok. Kezdetben szép álmot sokszor megzavartam, tudom, hogy számodra sok gondot okoztam. Ki annyit dajkáltál, amit szenvedtél, míg a jelenkori gyenge fölnevelt. Elmegyek a háztól. Eljött a pillanat. Nem maradok már az anyai szárnyalat. Virágultam a családi körben, nyíladozó rúzsa az anyai szívbe. De hát a kertész leszakított engem, vedd ezért különjám, hálás, én úgy szeretem. Kérem a jó Istent, hogy tartson meg egészségbe, és legyünk jók egymáshoz az egész életben. Kedves testvérem, hullókenyek között fájínnék, hogy a családi háztól elköltözök, de maradjon meg a testvéri szeretet köztünk, mert szüleinknek örömet csak így szerzünk. Ha kondul a harang estig néma csendjén, foglaljuk imába egymást minden estén, hogy ott is az élet súlyos baj, vihar, segítsen egymáson a testvérek karja. Ezzel véget is így az én búcsúzásom, kedves testvérem és tisztelt család, a jó Isten megáldjon. Drága nagymamáim, jóságuk emléke élni is, élni fog mindig a szívemben. Jó szülőket neveltek nékem, és az én bölcsümet is ringatták, hát adja a jó Isten. Még a dédunokáj bölcsüt is ringathassák sokáig, és még 30 évet a postás hozzá a nyugdi. Adja a jó Isten, így legyen. Isten értesen neked. Kedves bírma és keresztülők, leánytársaim, rokonok, szomszédok, kik engemet úgy sokan itt most körülfontok. Nem sajnáltátok értem a sok fáradtságot, hogy az ünnepem ma egyre szebbé váljon. Áldjon meg az Isten, a szívemből kívánom, legyetek boldogok ezen a világon. Dicsértessék, az Úr Jézus Krisztus. Basztaj! Igen, tisztelt Mászlép Isten szent nevébe, induljunk útunk a csendes békességbe. Induljunk el a polgári esküvére, utána az Isten házába ott várja az új párt az Isten szent áldása. Kísérje az új párt szerencsés béke, és kik itt összegyűltek? Az Isten éltese. A háznak kapuján azzal lépünk ki, Istennek áldása,
Sorosabb, hogy Jézus neve, nincs értesség. Most már lazán a vőlegén, már az asszony után el szokott jönni. Üdvözlöm az önök jelenlétét Jedlocsoma falva község anyakönyvi hivatalában, házasságtiti sorformából. A házasság minden állampolgár életében egy fontos esemény, ez egy férfi és egy nő családalapítás céljából történő egybekerését jelenti. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves jegyesek, akik azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy egymással házasságot kössetek. Sok szeretettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, családtagokat, és valamelyik itt megjelent kedves vendéget, György Mánia és Király László ünnepélyes házasságkötésén. Kedves Melánia és László, életetek lassú pillanatán érkeztetek most el. A bemutató iratokból megállapítottam, hogy tervezett házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. Így a házasság megkötéshez már csak az szükséges, hogy tanúk jelenlétében kijelentsétek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Ezért felteszem a kérdést külön-külön, amelyre jól érthető, igennel vagy nem meg kell válaszolni. Megkélek szépen állapotban. Ugyanakkor ismertetem, hogy szabad jönnisek alapján hivatalos tanulnak Szős Lászlót és Andor Tibort kérdéket. György Melánia, kijelenti-e, hogy szabad akaratából és senkitől nem kényszerítve akar házasságot kötni Király Lászlóval? Igen. Köszönöm. Király László, kijelenti-e, hogy szabad akaratából és senkitől nem kényszerítve akar házasságot kötni György Melániával? Igen. Köszönöm. A szabadon kifejezett betegyezés alapján és a polgári törvénykönyv előírásainak megfelelően házastársaká nyilvánítanak. Ez alkalommal tudomásatokra hozom azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek a házastársakra vonatkoznak. A család a házastársak szabad akaratú beleegyezésével kötött házasságán, azok egyenlőségén, valamint a szülőknek gyermekeik nevelése és oktatása biztosításának a jogán és kötelezettségén alapszik. A családnak joga a védelemre, a társadalom és az állam részéről. Az állam köteles támogatni gazdasági és társadalmi intézkedésekkel a házasságkötést, valamint a család fejlődését és megerősítését. A házastársak közös beleegyezése határoznak mindenben, ami a házasságot illeti. Kölcsönös tisztelettel, hűséggel és erkölcsi támogatással tartoznak egymásnak és kötelezettségüknek. Megalapozott okokból én határozhatok úgy, hogy különböznek. Kedves ifjú pár, az asztalon két időért a szállat helyeztem el, mely eddig életeteket jelképezi. Most megkérlek benneteket, nyújtsátok meg közösen a középső gyertyát, melynek lángja útjában összenik én most szerelmetek, és ragyogja be egész életeteket nagyon sorolatosan. Segítetted a misézőt, Entipásztort és a hívő közösséget.
Kedves Lacika, most egy más fehér ruhából kísérjük ide, mennyasszonyod a kivetőbeli feleségedet ide az oltárhoz. Rád bízták, de ugyanakkor ő is rád bízta magát. Kölcsönösen egymásra bíztátok, bízzátok az életeteket. És most ebben a szentmisében, ebben az esküvői szentmisében elragom az egymás irányt való rábízásra, Isten áldással kérjük különös módon. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ahogy megfogjátok egymás kezét, fogjátok meg egymásnak a szívét is. Fogjátok meg mai naptól kezdődően egy életen át, és ne csak szavakkal, hanem tettekkel, gesztusokkal is tartsátok, őrizzétek egymás szívét a kezeitekben. Kedves szülők, számotokra is gyermekeitek házasság kötése egy mérföldkő az életetekben. A Jóisten rátok bízta az ők neveltetését, az ők gondoskodását. A mai napig felelősek voltatok, különös módon értük. Most pedig, ahogy az oltárhoz kísértétek, engedjétek el az ők kezüket. Nem végleg, nem örökösen, nem úgy, hogy többet nem fogtok gyermekként rájuk tekinteni, csak engedjétek, hogy ők férfiként és nőként, férfiként és feleségként, édesapaként és édesanyaként a saját életüket járják, a saját konyhájukat vezessék, a saját szeretetüket fejezzék ki úgy, ahogy ők akarják. Még akkor is, hogy esetleg ez más, mint ahogy nálatok volt. Még akkor is, hogy esetleg egy kicsit különbözik attól, mint amit otthon a családi szeretet melegében láttak. Nem baj az, hogyha valami más történik, főleg, hogyha jól történik. Bízzátok ti is gyermekeitek az új házasoknak a sorsát, gyakran a Jóisten az imádságban. Ugyanakkor a kedves jelenlévőket, vendégasszonyt kérem, hogy ebben az órában tegyük félre a saját életünket, és imádkozzunk ezért a két fiatalért, Meliért és Lacikáért, hogy az ők szeretetük a Jóistennek tetsző legyen, és egymás szívét hordozva az életben igazi boldogságot adjék. Törekedjetek az értékesebb adományokra, ezért minden ilyen magasztosabb utatot mutatok nektek. Szólhattok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő írsz vagyok, vagy pengő címben. Lehet profétáló tehetséget, ismerhetem az összes titkokat és új tudományokat, hitemmel álmosztíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet és égő áldozatot, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ neked. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem kétléke, nem kérkedik, nem is kezik. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed harapra, a rosszat nem tolja fel. Nem örül a gonoszságnak, örömet az igazság győzelmében lenni. Mindent eltűr, mindent elhív, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. See?
szerintesség. Jó, vatokkal a mondja a másik, azt mondja, maga nem. Így azt mondja, azért nem érzi rosszul magát, hogy körülötte a faluba, és a szomszédban megvannak a férfiak, de sűrve, és azt mondja, igen, de nem tehetek róluk. Nem tudok segíteni, de nem tudok segíteni. Ahelyett, hogy búsult volna. Nadrág a vőlegényünk, és menj azt mondja, ki keres több pénzt. Igen, jó. Azt mondják, hogy mikor a férfiánél kikapja a fizetést, az úrnapjának nevez. Átadja a feleségének, akkor van nagy boldog asszony. És mikor ezt a fejét nép egy pár nap alatt elkölti, akkor van urunk színe változás. Na, ezek az ünnepek egymás után következnek, most van, ha így megyünk, folytassuk, akkor kikölt többet, több pénzt. Igen, mi minden rendes családban. Csak ez kell, ez sincs, az sincs, jó. Na, akkor így a Minimax nézőként teszem így fel a kérdést. A nász éjszakán, tudjátok, ki van az emeletes ágyba felül, tudod fentről? Jó, nem szívűsz. Jó, hány Isten? Ez is normális, teljesen. Na, ki akar mi hamarabb gyereket? Jaj, de jaj. Hál' Istennek, hogy tőled lesz a gyerek. Így és kell. Nézzük a másik oldalát. Ki kell fel gyakrabban, ha sír a gyerek. Hál' Istennek. Belépogtunk a dolgoknak, jó? Szegény sírhat. Az apjától. Kiviszi majd óvodába. Jól van, apuka, askar, mi? Nagytata is állítta az unokát az óvodába, biciklivel. És nem olyan modern ülése, hanem csak a csomagtartó. És mikor szállt le a biciklivel, akkor lerúgta a gyerek. És gyermek sírt, és az palta burkos, azt mondta, hogy kicsi gyerek, kicsi buta, nagytata nevet volna, nézd át. Azért nem bíztál fel a gyermeket itt az odobában. Igen. Nézzük csak, hogy akkor kinek üdösebb a lába, most is meg tudjátok. Hogy... Jól van. Ki horkol jobban? Na nézzük csak, hát már többet nem akarok el is csúr. Sokat. Hát ez a pont az íre. Ki szereti jobban az anyását? Én feláldozok magad. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy újra lehet kezdeni. Az ajándék tíznek felelzünk. Nem, csalódj, hogy ezt mindenki ott van.